nagyszerű győzelmet tartatok, amelyel csoport elsőket. Tehát most mik az első gondolat, hogy egy pár perc a lefújás után? Hát igazából az, hogy tényleg nagyon örülünk neki, örülök én is, és igazából azt, amit kitűztünk magunk el, illetve amilyen most a célunk volt ezzel a mérkőzéssel, azt teljesítettük. Hát szerintem akkor még gondolni senki nem gondolta úgy, ahogy én sem. Szerintem, hogyha ezt akkor valaki mondja, nem hiszem, hogy így elsőre elhisszük, sőt, utána szerintem így vakon mindenki aláírta volna, hogyha így akkor az eredmény, hogy ebbe így belemegyünk, de tényleg nagyon örülünk neki, és folytatjuk tovább. Nem volt könnyű meccs, és talán mi is arra számítottunk ezáltal, hogy ezt jobb játékkal tudjuk megnyerni. Sajnos nem így történt, viszont örülni kell annak, hogy győztünk, és elsők lettünk a csoportban. Most már előre kell tekintenünk, hiszen nyakunkon a szegedi meccs, illetve hát várjuk majd a sorsolást kedden. És azt mondom, hogy kell javulnunk, hiszen ez is egy kicsit nyögvenyelős volt, úgyhogy van hova fejlődnünk. Megkaptátok a sorsolást a tavalyi két finalistával, akkor számítottál arra, hogy itt most koratélen itt a csoport elsőségről nyilatkozhatsz? Nyilván nem. Tudtuk, hogy nagyon nehéz dolgunk van, hiszen egy új csapatot kell formálni új edzővel, új játékosoknak a beépülés, többek között én is hozzájuk tartozom. Az elsődleges célunk az volt, hogy jussunk tovább a csoportból negyedikként, utána az, hogy akkor, hogyha nem negyedik, akkor harmadik, és akkor így tovább, és természetesen ugye a többi eredmény is független tőlünk úgy alakult, hogy szóba került a csoport elsőségünk is, és nyilván meglátva a fényt az alagút végén, a csapat erre is törekedett, és gyakorlatilag szerencsénk volt, hiszen az utolsó forduló előtt a mi kezünkben volt a sorsunk itthon Veszprémben, hazai pályán az Atletico ellen, és hála Istennek ez így is alakult, és csoport elsők lettünk. Hát, nagyon nehéz ilyenkor bármit is mondani, egyik szemem sír a másik nevet, megmondom őszintén, mert nem játszottunk túl jól. Annak viszont örülni kell, hogy egy ilyen nehéz csoportból elsőként tudtunk tovább, és úgy gondolom, hogy ezekből építkezni kell, le kell vonni azokat a dolgokat, amik nem mentek ezen a mérkőzésen, és hát várjuk, hogy kit kapunk. Most igazából a négyes döntőről még ugye annyira nem így akarok beszélni, mert azért elég messze van. Nyilván most egy olyan helyzetben vagyunk, hogy tényleg kaphatunk viszonylag könnyű ellenfelet, de igazából ugye nyilván az is egy másik mérkőzés lesz majd. Nagyon-nagyon sok minden nem fog majd akkor múlni, hogy arra is ugyanúgy fel fogunk készülni, arra is ugyanúgy oda kell majd figyelnünk, úgyhogy nyilván az eddigihez képest talán egy kicsikét jobb helyzetben vagyunk most. Egyértelmű, hogy csoportársőknek valamilyen szempontból lépés előnyük van, úgyhogy ezt igyekezni is fogunk kihasználni a jövőben, úgyhogy meglátjuk, hogy milyen sorsolás követ bennünket, illetve a Fortuna, hogy áll mellénk. Addig még nincsen ez a sorsolás, illetve megítélve vagy eldőlve, addig nem tudunk erről beszélni, hogy alakul a sorsunk. Tippelj, totózz és játssz a 6-3.hu tippligáiban, ahol hetente több százezer forint kerül kiosztásra.